Ültem ott, mondom, anyukám, engem nem hívnak a Blik TV-be, szóval nyugodj már, egyszer majd csak hívnak. Hívtunk. Egy hónapot kellett kórházba eltöltsek, elég izgalmas helyen az amputációs osztályon. Attól fél az ember, hogy mindegy ilyen kúszönövény kerülget a család, néha meglocsolnak, és ott vagy, hogy mondjam, maga tehetett elül. Én azt nem szeretném. Én voltam statiszta 3, annyi volt a mondatom, hogy tanár úr, megismételni lassabban. A mai napig ilyen, mint a ma lenne. Micsoda alakítás. Együtt szoktunk kilovagolni reggel. A birtokra. Rengeteg, tehát mind tényleg nagyon gazdag emberek vagyunk, tehát úgy nem érint, érted? Tehát én simán tízdek a pár, és úgy megveszek, így. Mondd-e nektek valamit az a név, hogy Hunyadi Donatella? A Hunyadi Mátyásnak volt a fogadott lánya. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a címlapszori következő adása, ahol hát Pácz Viki szerintem még sose volt ilyen boldog, mint a mai adásban, igaz? Abszolút, úgyhogy szeretnék üzenni a szüleimnek, hogy igen, ez én vagyok, ez megtörténik, és ide eljutottam, hogy a mai két vendégünk Gávögyi János és Faragó András Topi, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet. Csókoltatjuk a kedves szülőket. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Az én anyám is boldog, és csókoltat téged, szeretett. Meg is lettünk volna. Köszönjük, hogy itt vagytok. Mikor ültetek így együtt egy műsorban? Visszatudtok erre emlékezni? Egyáltalán volt már olyan, hogy közös interjút adtatok? Hát közös interjút nem adtunk. Én a Jánosnak adtam több alkalommal is. Igen, volt ilyen beszélgetésünk rádióban. Hát meg elképzelhető, hogy valami kis verk volt még annak idején Gávögyi Show kapcsán, de úgy külön, úgy nem. Én arra emlékszem, hogy mikor láttam először a Topit. Nem fogok intim dolgokat mesélni róla. Lehet. Milyen ruhában volt? A Montmartre Ibolyát a Budai Park színpadon 1428. A boszniai okupáció idején. Láttam is, nagyon jó volt. Tényleg, hát nem is élhetnénk. De a Madácsban is volt feldolgozás. De az nem. De, Madácsban nem lehetett feldolgozás. Operettben Madácsban volt. Soha nem játszottak operettet. Ja, az operett Ibolyát, nem Molnár Ferenc Ibolyát mondtál? Nem. Montmartre Ibolyát mondtam. Ez egy operett. Elnézést, János, kicsit rosszul hallok. Ezek ők a fiatalok. Mi más nem, mi is öregszünk. Abban volt egy nagyon kedves osztály, és abban benne volt a Topi, Kalocsai, Zsuzsi, meg egy jó pár, a többiek nem érdekesek. De én akkor már felfigyeltem a Topira. Igen, már ez 87 úgy, nyarán volt, elsőt elvégezvén, és hát, hát nekünk ez egy baromi nagy élmény volt, ugye 10 előadás eső nélkül megúszva, és hát elég szép szereposztás volt benne, és az összes ilyen minden 25. alabárdos, 4. doboz, 5. dughagyma, ezek mind mi voltunk, és hát közben Jánosék pedig küzdöttek. Hát Kovács Zsuzsi, Bárdi György, Straub-Böröndi, Jani, a Bon Viván volt, Berkes János, Berkes igen, Jani, igen. Oszvald Marika még csilingelő hangon, ő volt maga Ibolya. Úgyhogy elég jó. Értem, ezért soha többet nem fordul, hogy jobban fogok figyelni. Nem sok, de úgyhogy igen, akkor találkoztunk így először, és aztán egy nagyon érdekes dolog volt Jánossal, hogy ott oda költöztünk a művész bejáró melletti bejárathoz a Madácsnál, és hát János többször ment arra, és mi ott összefutottunk, és tudta, hogy ki vagyok. Tehát én vidéken voltam évekig, meg mit tudom, és akkor szerve ez, mondom, hát ez tudja, hogy ki vagyok. Nekem ez életem egyik legnagyobb sikere volt, amikor Gávögyi János egy pár év közös munkotán azt mondta, hogy Luigikám, tegeződjünk. Oh. És az csak azért mondom el, hogy köszönöm szépen, hogy ez nekem egy ilyen tök fontos pillanat volt. Igen, azért. De nem voltam soha tegezős tulajdonképpen. A színházban, annak a táliában beivatott az igazgató, hogy miért nem tegeződöm mindenkivel. Mondtam, mert annál kínosabb nincs, melyik az összes hátba vág valakiről. Én nem tudom, hogy ki, nem nagy képviségből, hanem nem tudom, nem. És ez egy nagy dolog volt részemről, hogy, de nem azért van egy nagy képviségemből, hanem hogy vagyunk már annyira ismerősök, hogy hátba vágtam nyugodtan.
De azért nem foglak hátba vágni. Csak mondom neked. Szerintem a tegeződés mellett attól még a tisztelet ugyanúgy megvan. Meg lehet. Úgyhogy Vikinek még nincs engedve. Én nem is akarom egyébként. Meg kell dolgozni viszont ezért. Viszont ezt meg szeretném kérdezni, 87-ben, amikor először találkoztak, gondolták volna, hogy sok évtizeddel később még mindig itt ülnek, és ugyanazt sikerülnek? Hát, hogy ülünk, abban biztos voltam, de hogy hol? Milyen formában? De hogy ezt meg lehetett akkor jósolni? Hát, de hogy nem is mondott. De nem ezzel foglalkozott az ember akkor. Nem. Volt ez a bizonyos Gálvölgy is, amiben te is voltál, már olyan értelme, hogy mint háttérszemélyzet, tehát kisegítő személyzet. Egyszer voltam statiszta 3, annyi volt a mondatom, hogy tanár úr, megismételni lassabban. A mai napig, mint a ma lenne. Micsoda alakítás. És a Topi meg aztán beszállt, és a Topit nagyon-nagyon szerette az egész stáb. Először ugye a gyurunk vazéban, de aztán igen, már mi legyen, ki legyen, Topi. Úgyhogy szép balatoni nyarak voltak ja, együtt, a forgatások. Ja, az félelmetes. De nem gondol az ember ilyen át, arra gondol, hogy nyár van, szép minden. Most gondolok arra, hogy most itt ülünk, lehet, hogy holnap egy hír lesz már, hogy itt ültek. Ketten, hát reméljük, hogy nem, de igen. De az ír lenne, ők örülnének neki. Dehogy ne! Harabd el a nyelvet, hírérték. Arról szól ugye a Címlap Sztori című műsor, hogy a hét legolvasottabb, Blikkben legolvasottabb hírein futunk végig. Na most figyelj. Ja, azt hittem, hogy rajtunk futtatok végig. Azt majd egy kicsit később felvételen ezt kívül a Viki. Azt hittem, hogy Topival így beszélgetünk. Olyat de is az lehet. Azért fogunk természetesen rólatok is beszélni ezen keresztül. Az első hír az nem pont e héten történt, viszont pont az előző felvétel óta, és ezért szerintem ez fontos. Ez pedig Orbán Viktor évértékelője ezzel a gondoltam, hogy ez lesz az első reakciód. Buszokkal takarták a főbejáratot, így érkeztek politikusok és a sztárvendégek ugye a helyszínre, és rengeteg mindenről beszélt Orbán Viktor. Vármegye bérletet jelentett be, újabb harc a pedofília ellen, mondta ő, és még emellett rengeteg, hogy is mondjam, fontos gondolatát mondta el a kormánynak. Mi erről a véleményetek? Én örülök neki, mert a buszok azt jelenti, hogy már demonstrálták, hogy a vármegye bérletekkel lehet majd jönni, és lám-lám már jöttek is. Tehát ez egy nagyon jó, hogy nem csak beszélünk a levegőbe, amit néha mások meg szoktak tenni, hanem itt rögtön kézzel fog, busszal fogható volt a dolog. És a pedofil élen az egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy ugye, de nem is akarok ebben belemenni, mert imádom a gyerekeket. Imádom a gyerekeket is rám nézett, hogy ebből a korból már kinőttem. Persze, el lehet gondolkodni rajta, hogy mi miért van, vagy mi miért hangzik el, vagy milyen dolgok kerülnek szóba. Természetesen sok olyan probléma van, amit érdemesebb, ha viccesen fogjuk föl, mert ha belegondolunk, akkor bele lehet pusztulni. Meg hogy ezek a legnagyobb problémák, tehát én azért örülök, mert ez olyan lényegi dologra tapintott rá a miniszterelnök úr, amik legjobban foglalkoztatják. Tehát nincs háború, nincs infláció, nincs sem tanárok fizetése, rendben van, a kisegítő személyzet, minden rendben van. Ez a buszbérlet, ez volt, amit én tapasztalok, megyek az utcán, emberek jönnek, de tudom, mi van a vármegye bérleteken, nem tudom. Nem és tudom, én nekem már ingyen van az utcán. Neki egy egész vármegye van. Azért elmondta Orbán Viktor, hogy ez a veszély ekkora. A két veszély, ami leselkedik ránk, az infláció és a háború. Tehát azért megemlítette a háborút. És hogy békét akarunk, és ennek úgy örülök, mert régen én ezt onnan tudom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, amikor a szépségkirálynő választás volt Honoluluban, ott is mindig megkérdezték Liu Miut, hogy mit a békét akarok. És sikerült is nekik elérni a békét Honoluluban, és az inflációt meg egy számjegyű lesz. Tudtok még nevetni a politikán? Amit a Topi is mondott, hogy fel lehet még ezt fogni vidáman? Nem. Így föl lehet, hogy az ember ne lépjen bele valami rázós dologba, és beszél mellé. Így igen, de különben nem. Hát a politika az tulajdonképpen, ha úgy veszük komolyan, próbáljuk venni a dolgot, akkor nagyon vicces tud lenni. De egyébként, lássuk be, viccelődni lehet rajta, de életveszélyes. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, ami nagyon jó, ezt szórakozgatunk kontra, mindenféle irányba lehet, mert azért történnek itt mindenfelé nagyon érdekes dolgok. De hát ez ennél azért komolyabb, tehát lássuk be mindenféle szempontból, tehát ami létezik, nem egyszerű.
ugye nem is évértékelő, hanem politika, és a politika, amikor már nem politika, ugye a Werner Schadl ügy, aminek a hangfelvételéből ugye a Blick közölt először. De látod, ezzel én nagyon jót nevettem tegnap este. Hogy vannak hangfelvételek. Én szabadon emlékeztetem, 1822-es, ki még tudom, indultam annak, én mint hangutánzó. És hogy vannak hangfelvételek, ahol az egyik hang az övé, a másik az enyém, azt mondja, nem én vagyok. És azt mondja, nem én adtam neki, nem ő adta, én nem vettem el semmit, hogy annyira ostobának lehet nézni az embereket, akik azok is gülöm, de nem tudok hozzászólni ehhez, mert ez már túlmegy minden határon. És ahhoz mit szóltok, hogy Jakab Péter egy bilincset adott Werner Pálnak a bíróságon, erről egy videót is posztolt Jakab Péter a Facebook oldalára. Videón, ahogy Jakab Péter bilincsbe veri Werner Pált, ez volt a blik.hu cikk címe, ha a 83 milliót fel tudta venni, akkor ezt is fel tudja venni, mondta neki Jakab Péter. Ezt akasztófa humornak hívják, vagy szomorú humornak hívják. Hát, hogy bilincsbe verte, azt én látom, volt ez a híradóban, ez a kép. Nem láttam különben. Itt látod a fotót egyébként, János, hogy oda rohant hozzá, és rádobta a bilincset. De ő mit csinált ott egyébként? Hát ezt a videót ment elkészíteni szerintem, hogy egy kicsit provokálja Werner Pált. De nem lehet őket, mert olyan nagy képűséggel, olyan fensőbséggel közlekednek ezek az urak, hogy hát nem, a közelében nem mernék menni, nem, hogy el nem tartom különben ízlésesnek a dolgot. Követitek nagyon komolyan ezeket az eseményeket, vagy csak amikor szembe jön veletek? Ez a követés, ez nem úgy működik. Hát mindenkit érint valamilyen formában minden ilyen jellegű dolog. Nem lehet elmenni mellette. Megkerülni se lehet a dolgokat, mert tulajdonképpen itt élünk. Hadd idézzek egy klasszikus Körmendi János kollégánkat, aki azt mondta évekkel ezelőtt, hogy hiába nem gondolok a mindenkori pénzügyminiszterre, az mindig gondol rám. Tehát lemész bevásárolni, már gondoltál, most a pénzügyminiszter nevét asodtam most ki különben, az gondol rá. Tehát olyan is, hogy nem gondolok a politikára, ők gondolnak ránk minden nap, minden percben. Például, hogy drágul a csokoládé. Csak hogyha már a drágulásoknál tartunk, drasztikusan nőhetnek az árak, hamarosan csak időkérdése lesz, és luxus termék lesz a csokoládé és a kakaó. 28%-nál is többet drágult a csoki. Eztek csokit? Én cukormenteset, igen. Az eddig is baromi drága volt. Igen. Tehát engem ez most nem érint ilyen szempontból. De hát azért lássuk be, a csoki az valamikor is luxus volt. Még az én időmben még át kellett menni Ausztriába csokit venni. Tehát én azért emlékszem, hogy tehát azért gondoljunk bele, hogy volt itthon is Tibi csoki, de mit tudom, milyen csokikért, el kellett menni Ausztriába. És tehát, hogy olyan luxus természetesen. Most már ez nem luxus, de hát szerintem nem csak ez drágul. Én nem vagyok édesszájú, csak azért fura, mert előre megyünk és nem hátra. Tehát, hogy visszanyalunk a csokoládé ügyben. Én nem vagyok édesszájú, tehát engem, amikor mondják, hogy fölment a cukorára, nagyon röstelem, mi egy évben otthon egy 10 deka cukrot nem fogyasztunk, tehát ez engem annyira nem érint. A csirkefarhát igen, mert nejem abban már mindenféle jó. De hát most nem azt a pofámra, van a pofáján bőri csirkefarhát. Engem a csoki nem érint, nagyon sokan, de visszatérve meg a topira egy mondatra, ugye az nem titok, hogy neked cukormentesen, tehát... Igen. Van igen. Egy barátom, a Topi is az, de neki nem szoktam, de barátommal szoktam elmenni vásárolni. Hogy miért van büntetve az, hogyha valaki cukorbeteg például, ez minden termék embertelen ára van, az, hogy fölmegy most a csoki ára, igen, borzasztó. De hogy egy beteg embert még büntetnek azzal, hogy éjjel egészségesen. De mondjuk nem is csak a cukorra, hanem mondjuk a gluténmentes, mindenmentes. Mondjuk nem is volt ennyi, vagy nem foglalkoztak ennyire ezzel az egésszel, de lehet, hogy belepusztult egyébként abba, hogy nem tudom, mi baj volt. De nem tudtam, miben van, és jó érzés. Tehát nem de magukat egyébként érinti az infláció, akkor a csoki ára most hogy nem, de a boltba ne. Úgy találkozik. Mert nehéz elképzelni ismert emberekre, én nem tudom elképzelni, hogy Gábor János mondjuk elmegy a boltba, és meglepődik az árakon. De én azért nem válaszolok erre őszintén, mert már láttam a kommenteket, dögölj meg, hogy van a pofádon bőr. Igen, kedves akárkik, névtelen senkik, akik beírnak, igen, érint. Én sofőrként megyek a nejemmel, azt mondja, hát ez nem, anyám, vedd már meg, nem.
érint, hát hogy ne érintene. Hát most mondjuk dehogy nem, egyértelmű. Vagyunk, mert mi együtt szoktunk kilovagolni reggel. A birtokra. Rengeteg, tehát mi tényleg nagyon gazdag emberek vagyunk, tehát úgy nem érint, érted? Tehát én simán tízdek a Párizs, úgy megveszek, így holnap jó, végén. Hát arra a hétre elég, az? Igen. Ő meg a bélszélre mindig. De, de hát csak a kutyának tudod. Hogy ne érint. Csak az ember, ha az iviszágból úgy hallgatik, hogy van a pofájukra bőr, ezek panaszkodnak. Mit mondjak én? Én nem tudom, hogy emberek hogy élnek meg abból a nyugdíjból, abból az összegből, amiből nem tudom, és csodálattal nézem. Neked a színházi bevételek még nagyon kellenek a nyugdíj mellé? Ha ezt megkérdezhetem, ha nem akarsz erről beszélni, nem csak ez fontos, hogy ez mennyire van benne abban, hogy aktívan dolgozol továbbra is. Többször nyilatkoztat, hogy nem a pénz a lényeg, és egyszerűen dolgozni szeretsz, és akarsz. Az de is, de hát számít. Persze, hogy számít. Hát csak a nyugdíj lenne, bár nekem még nem panaszkodhatom, tehát nem a minimumon vagyok, de hát számít, hogy ne számít. Tehát azt tudni kell, hogy mi már Igen, kitolnak minket reggel a színészetünk. De hát hogy ne számítna, de hát mi úgy kapjuk, hogy azért el kell menni szatymazra, föl kell lépni, le kell énekelni, haza kell menni, és az egy gázsi. Tehát hát árérték arányban elég tréül jön ki a dolog, hogyha azt mondom, hogy besétálok a színházba, és ott eljátszom egy előadást, vagy el kell menni vidékre, összehasonlíthatatlan. És hát azért, lássuk be, igazából Jánosnak azért nem csilliárdokról van itt szó. És hát természetesen én szerintem ez mindenkit érint, akár az infláció, akár ez, hogy mi mennyibe kerül. Ez, ha egy picit odafigyel az ember erre, akkor persze az, egy idő után szereti az ember, ha el tud jutni olyan szinte, hogy azért ne kelljen fogtechnikusnak lenni, hogy mindent, de attól az ember megszokta, én legalábbis faluhelyen nőttem fel, megszokta az ember, hogy nem pocsékol, igen, vagy nem. Igen. Tehát egy kicsit odafigyelsz arra, hogy ha ez itt, akkor azt is. De hát persze, ez számít. Nem mehetünk el a hét legszomorúbb híre mellett. Szerdán tragikus hirtelenséggel elhunyt Dunay Tamás. És ez szerintem mindig sokkoló, amikor egy ilyen kiváló művész eltávozik. 73 éves volt, a Halhatatlanok társulatának tagja. Milyen kapcsolatotok volt Dunay Tamással? Azt hiszem János hát én 20 évig egy szín, amíg volt Madách Színház, addig, és aztán a Tamás is onnan kilépett, aztán szabadúszó lett, mert hiszem Kecskeméten kapott jelentős szerepeket is. De Dunay Tamás egy borzasztó intelligens, borzasztó jó kolléga volt. Nagyon kevés kollégánk van, akit úgy általában mindenki szeret. Nem biztos, hogy jó, ha valaki, Zente Feri bácsi volt ilyen, hogy mindenki, nem tudott egy rosszul mondani rá, és a Tamás egy ilyen kedves jó kolléga volt, túl azon, tehetséges volt, tehát nem azért szerette mindenki, mert szegényként, hanem mert tehetséges is volt. Zeneileg irgalmatlan művelt volt, tehát ugye Budapest Klezmerben a Benkó Dixielanddel együtt játszhatott. Engem nagyon, mielőtt elkezdtünk itt, nem feledtem csevegni a Topival, két mondatot váltottunk, pont arra, hogy mit szólsz, hogy a Dunay. Az embert megrázza és megrúgja a dolog, mert hát korban is közelálló volt a Tamás, emberileg is közelálló volt, csak hát ez egy olyan szakma, hogy és a show megy tovább, szóval. Igen, és az a baj, hogy most például a pár napban nem ő volt az egyetlen. Káreszi szívű, hadd mondjam el, igen. És akkor közben, és aztán tegnap derült ki, hogy a Bolt Csaba igazgató Konter is meghalt. Nem is, Konter László. Konter László, aki Békés Sebán sokáig volt igazgató, rendező, de hogy ezek igen. Most egy három nap alatt hárman, tehát ezt mindig szokták is mondani, hogy a hármasával szokták. Na jó, de hát ez borzasztó, meg hát hogy azért lássuk be, és Jánosnak az előbb azt mondtam, hogy azért 73 nem egy akkora kor, hogy az, hát ez természetes. Hát annyira nem tudom, hogy az semmikor nem természetes, de hát valahol el kell menni, meg jó, el persze, kell menni, csak. De igen. Én 2022-ben ott voltam, amikor a Halhatatlanok társulatának tagjává választották, és önök egyébként van ilyen, az elmúlás, amikor ezek önök eszembe jönnek, hogy a barátaik önökhöz közel állók, megfordul az önök fejébe, és hogy esetleg maguk is lehetnek egyszer, vagy mennyit, vagy ilyenkor mi az, ami átjárja önöket, vagy hogy van ez?
Semmi, engem hát, én az ég egy világon, tehát utána mi lesz, hát két érdekel. Hát meg sokat nem tudsz tenni olyan, hogy nem, odafigyel nem. Az ember az egészségére, meg muszáj, különböző okoknál fogva azért már meglegyintett egy-kétszer az olyan fajta dolog, hogy azért ne kapd már össze magad, de az ember akkor összekapja magát, és igyekszik úgy élni, vagy hát próbálkozunk úgy élni, hogy ezt elkerüljük, de hát azért nagyon sok fiatal kolléga 50 év körül is, meg még előbb is meghaltak, úgyhogy egyszer csak azt se tudtad, hogy hol vagy, de ezzel így nem tudunk mit kezdeni. Tehát hiába. De nincs egy ilyen félelem az és elmúlás felismerése? Nem tudom, hogy az uraknál hogy van, mert a hölgyek ugye sokan szembe mennek az idő elmúlásával. Kicsit hát az idővel, igen, de nem a halállal foglalkozzanak. De ez nem az idő múlását jelenti önöknek, hogy valaki. Nem, mert meg lehet halni 4 hónapos korban is, tehát amikor az ember nem foglalkozik a halállal, de hát a normális embernek gondolni kell, hogyha egyszer elindult, akkor egyszer be is végződik a dolog. De az, hogy utána mi lesz, engem... Én szerintem, ahogy korosodik az ember, és nem azt direkt mondom, nem azt mondom, hogy öregszik, hanem ahogy múlik az idő, egyre természetesebbnek tűnik az elmúlás, mert hogy úgyse tudsz vele mit kezdeni, és egyre jobban próbálja elfogadni, és hát egyre több olyan dolgot tapasztal, amikor ugye a család elsősorban, és aztán a barátok, meg mit tudom, hogy elkezdenek hullani mellőle, és egyre jobban kénytelen, csak az én nagyszüleim, szüleim, dédszüleim, amikor haltak meg ott közben, és hogy ez kész, és én félek tőle. De mitől félsz? Már... Nem tudom, én gyakran van, hogy eszembe jut, hogy és mi lesz akkor? Semmi nem lesz semmi. Akkor. Én Jancsó Miklós nagyon szerettem, tiszteltem, ismerhettem, és akkor egyszer egy ilyen beszélgetés alkalmával azt mondta, Jancsikám, elmondom neked, mi lesz a halál után, mondom. És most a Jancsó azt mondta, semmi. Úgyhogy nem attól fél az ember, attól fél az ember, hogy mindegy ilyen kúszönövény kerülget a család, néha meglocsolnak, és ott vagy, hogy mondjam, maga tehetett elül. Én azt nem szeretném, amikor már igen. úgy csinálnak, hogy szeretjük a papát, de már édes jó is. Az lehet egy borzasztó és dolog. A halál utáni létben van valami elgondolásotok? Tehát, hogy mennyország, hát vagy újjászületés, vagy tényleg semmi? De ez mindenkinél speciális. Én egy reinkarnációs tanfilmon beillatkoztam. Egyszer én az nem, de igen, tényleg most mondtam valaki, hogy te széknek születtél volna, az egészen... Attól függ ki rád, nem? Igen, szóval, hogy veszélyes tud lenni. Én gondolom, hogy ez nem múlik el csak így, nem tudhatjuk, hogy pontosan mi történik. Én vallásos vagyok, ez egy másik dolog, de hát mindenki úgy éli meg ezt a dolgot, ahogy akarja, mivel, hogy túl sok rálátásunk nincs azzal kapcsolatban, nem hogy... Nem dumáltunk hogy még senki. Igen, nem, tehát nem. Így baromi nehéz, van egy elképzelés, vagy van egy, de ez, én szerintem a dimenziók úgy működnek, hogy azt mi fel se tudjuk fogni, hogy ez hogy van, vagy mi van. Tehát lehet, hogy bármi van, de hogy az biztos nem úgy, ahogy mi ezt elképzeljük, azt tuti. Én Szepes Máriával kapcsolatban lehettem, és akkor megvan nektek Szepes Mária. Hogy? És akkor mondtam, hogy Mária, úgy szeretnék hinni ebben a dologban, hogy több életünk van, és azt mondta, nem hinni kell, nem tudni kell. Nem jutottam el odáig, hogy ezt tudjam. Ha tudsz hinni valamiben, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Ha nem tudsz hinni, pekked van, komplikáltabb lesz a vége a dolognak. De azt mondják, hogy a végén mindenki hinni kezd. Úgyhogy, az biztos. Mert valamibe kell kapni, hogy nem lehet, hogy csak ennyi volt. Nincs ateista a zuhanó repülőben. Igen. És mit szóltok ahhoz, ez is a héten nagyon olvasott hír volt, hogy megsérült Eszenyi Enikő a színházban, próba közben érte a baleset, nem tudom, olvastatok-e erről? Hogyne, hiszen a játékszínben vagyok, és emiatt már műsorváltozások is vannak. Hát nem tudom, én nem voltam, nem vagyok benne. Mire vagy kíváncsi ezzel kapcsolatban? Arra vagyok kíváncsi, hogy egyfelől ti jogosnak tartjátok-e azt, hogy ő most ismét játszhat, ha ez egy elég kemény téma, és... ez számotokra mennyire megengedett, vagy egyáltalán mennyire értettetek egyet Eszenyi Enikő elmarasztalásával? Hát ez nagyon nehéz, ugyanis én szerintem János se érintette, meg kimondottan engem se érintett. Olyan szempontból érintett, egyszer rendezett egyet az Operettszínházban, egy operettet, nem érte el azt a hatást, amit szeretett volna.
de különböző okai vannak, de ebben megint nincs jogom ilyen formában véleményt alkotni. Biztos, hogy akiket ez érintett, azok tudják, hogy ez mennyire volt úgy, és mennyire volt súlyos. Ennek biztos, hogy következményei kellett, hogy legyenek. Ha történt, hogy sokan elmondják, akkor viszont gondolom jogos az, hogy leváltották őt az igazgató pozícióban. Én úgy gondolom, hogy akik ehhez értenek, meg akik tudták, meg ennek azért jobban utána tudtak járni, akkor ennek valami következménye kell, hogy legyen, és én azt sem bánom, hogyha bárhol, bárkivel, bármikor olyan jellegű dolgok történnek, hogy annak is legyen következménye. Meg hát ez partner kérdése. Én nem csak tényként 55. éve vagyok a pályán, én nem juthatunk el oda, tehát ehhez kell egy fogadó ember, aki úgy viszonyul a dolgokhoz, hogy hagyja. Ha akivel meg lehet csinálni, ismerik ilyen kollégát, most nem akarok a szadista meg a mazoista, de van olyan kolléga, aki szereti, hogyha őt megalázzák, nem mondok nevet, tudnák neveket mondani. Hát ebben nem akarok belefolyni, mert nekem a Zenikővel az égvilágon túl az, hogy ismerjük egymást, semmilyen kapcsolatom nem volt, nem van, most úgy néz ki, nem is lesz. Úgyhogy azt mondja, próbál meg történt egy ilyen dolog, hát ez... Nem biztos, hogy összefüggés van a kettő között, a próba és a, tehát a sérülés és a játszhatok című dolog között. Nem csak, hogy a próbán történt, van ilyen. Önökkel fordult elő egy olyan darab előtt egy hasonló jellegű sérülés, amire sokat készültek, és ugyanígy mondjuk volt egy kis baki, vagy mi volt a legemlékezetesebb ilyen? Hát nekem például volt, próbáltuk a játékszínben ugyancsak valamit, egy kolléga nővel akarta rendezni. Veszélyes ez a játékszín. A rendező valami olyat megcsináltatni a kolléga nőmmel, amit láttam, hogy ő szenved, és nem akarja, Istennek se akarja, kolléga nőm. De a rendező mondta, hogy csináld. És láttam rajta a görcsöt, én lenyúltam, és egy irgalmat a recsenést hallottam, és elszakadt itt az ő görcsét átvettem én. Igen, ilyen van. Igen. És akkor kórház, leálltunk a próbával, nem akarom túl dramatizálni a dolgot, elment, és akkor mondta a főorvos, azt mondta, művészülete maga korábban, azért már vigyázni kell. De mondom, uram, nem ágyba történt, hanem balettművész vagyok, hanem ez történt. És semmi, fölkötöttem. Mondták, hogy azonnal meg kell műteni, innen le kell vágni, át kell operálni ezt, innen nem mondtam semmit, és egy hét múlva simán játszottam vele. Eltelt 4 hónap, a Blicktől megkerestek, ha már itt vagyunk, hogy mi történt. Hát mondom, ezt, és már főcím volt. Leszakadt Gál Vigyi lába. Igen. De mondom, hogy 6 évvel ezelőtt, de azért nem ennyit ezekről a remek hírekről. Nekem is egy ilyen balesetem volt, ez még Zalaegerszegen történt, egy lukból kellett följönni a Mayflower című musicalben, én voltam a fedélzetmester, egy genyó koma, de ez egy csizma, fej, köböző, sepp hely, minden bejárt, és szófa. Igen, jól állt. És leszakadt az a stossza, mint ottan álltam egy akármi, és így végig hasította a kezemet, de úgy, hogy ömlött a vér meg. És hát így, ahogy voltam ilyen csinosan felöltözve, vittek be a kórházba, ahol ott azért csak nézték, hogy ezt honnan szalajtották ezt a vadállatot, és ott akkor összebűrbütyölték, és ráhúztunk egy kesztyűt, tehát nagyon szépen működött. Kampókezű. És akkor onnantól kezdve ezen a kéze, és tényleg az, hogy a show nem áll meg, menni kellett tovább, majd bepiszkoltam, annyira fáj. De hát tényleg a dolog ment tovább, és innentől kezdve adott egy jellegzetességet a mozgásomnak. Amit a kritika aztán kiemelt. Igen, hogy úgy megfogta. Micsoda színész játék. Igen. Mondd-e nektek valamit az a név, hogy Hunyadi Donatella? A Hunyadi Mátyásnak volt a fogadott lánya. Körülbelül. Férma keresztanyának. Akkor a Donatellácska miatt jutott nekem is eszembe. Igen, Kiszel Tünde lányáról van szó, aki egyébként most már a Zeneakadémián tanul. De bocsáss meg, de ez hogy lehet egy hír? Az Isten áldjon meg benneteket. Hát hova jut ez, amikor azt olvasom, hogy Gáspár Győző unoka öcsének, a nagybátyjának a lánya már, nem tudom én, leesett a füle. Hát hogy jutunk el idáig? Hát leesett a füle. De mi van vele ezzel a szerencsétlenül? Kinevették és kigúnyolták. Nem mondod, mert ő sokat szerepelt édesanyjával egy bizony, naptáron. Bizony.
De mit csinál most? Zeneakadémián. Azon kívül. Mi történt még vele? És modellkedett, nagyon komolyan modellkedett, nemzetközi kifutókon a Vogue címlapján szerepelt, és hát... Bizony. Ezt kilátta. Mindent elhiszünk. Mit szemének nagyon csúnya a poénja, hogy kilátta. Csak az érdekel. Hát ez a halszemű édes. Nem lehet. Gyerekek, hát ez nem lehet, hogy megveszem. De nézd meg, milyen szép János, nézd meg, milyen nem kell, ezért hát fejből tudom átlátni. De nem akarom ezt a kislányt, ne bántsuk már, nem, hát Isten ments. Én nagyon kedves lány, én ismerem őt személyesen. Én nem ismerem, sajnos nem ismerem őt. De hát hogy jutunk ide, hogy ez egy cím, vagy egy... Elolvassák. Ez az én nagy bánatom, és akkor most megint mondja meg a komment, hogy ez hogy... abban a rohadt mocskos egypárt rendszerben, ez nem lehetett egy hír, hogy az izéje, nem tudom micsoda. Hát hogy jutunk el idáig? Kíváncsiak rá az olvasók. Tehát, hogy... De tudod, hogy olvasó... miért? Bocsánat, azért mert ezt kap, így van. Igen. Ezen vitatkoztam én, de ugyanígy a tévéműsorokkal is. De az a baj, de nálunk ez mérhető, bocsáss meg, tehát hogy nálunk az van, hogy mi megírjuk a kultúráról szóló cikkeket is, borról írunk szakcikkeket, technikai cikkeket írunk, politikáról írunk, és tizede annyian olvassák, mint amikor... De ha nem kapna... Te a babgulyást eteted meg, akkor a bélszint már hiába adod oda. Aztán az a babgulyás az jobb volt. Mert ezt kapják. De ha nem kapna... Tehát ha nem kapna se akkor olyan tévéműsor, az nem, a Borson se kapna, tehát itt van elcseszve a világ, hogy a tévéműsor is olyan, meg az újságok egy csomó olyan dolog jelenik meg, ami értéktelen. Tehát semmi fajta értéket nem képvisel. Az értékes dolgok lehetnek baromi színesek és izgalmasak, és azt mondod, hogy azt de érdekes ez, meg azt nem tudom én. Ehhez az kell, hogy minél jobban le legyen hülyítve, butítva a paraszt, hogy az, és nem a parasztokat bántom, elnézést, hanem az, hogy lenyomni, és ezt nézd meg, hogy ott vetélkednek olyan dolgokon ismert emberek, ami nem kéne, hogy vetélkedjenek, hanem egy tévéjátékba kéne, hogy szerepeljenek. Hogy megalázzák Szöcskét, ez igen. Ami nem rossz egyébként. De szerintetek meg lehet nevelni, át lehet kérlek alakítani szépen, ezt a akkor, szokást? Na Topi nevében nem okos ember, de én a magam helyet mondom. Tolkien vagy Tolkien nevű, jó nevű angol író, aki gyűrű, azt mondta, ha kisgyerekkorban a kisgyereknek mondjuk Shakespeare-t olvasol fel, most nem a Macbeth-et mondom, de Shakespeare meséket, írt ilyeneket is, akkor azon fognak menni. Tehát az, hogy mit adsz az embereknek. És a Topi elmondta neked, minél hülyébb vagy te, kedves olvasó, kedves néző, annál jobban elhiszed, mint amivel kezdtük évérték. Szóval, hogy annál jobban elhiszel dolgokat, érted, lapos a föld, hogy az UFO-k itt érnek közöttünk, hogy nem tudom én, egy kis ország megtámadta a nagy országot, és az most úgy védekezik, hogy embereket gyilkol meg, ezeket mind elhiszed. Hát hiszen leesett Donatellának a füle. Hát. Értem, amit mondtok, csak közben létezik most kulturális csatorna, oké, hogy mondjuk a mi közmédiának mi létezik? Kulturális csatorna. Aha, igen. Majd szóljál, amikor lesz adás. Igen, szerintem. Vagy amikor meghívnak téged. Azt engem? Például, engem igen. Soha nem hívnak meg. Csak azért zavar mondom, téged egyébként ez? Micsoda? Hogy nem hívnak meg a köztévébe? Ha meghívnak. Igen? Hogyan már mi zavarna engem? Eddig se zavart. Hát zavart volt, én nem tudtam, hogy ez van, bocsánat, kitűnt az a műsor, de ez nem zavart engem, hogy ültem ott, mondom, anyukám, engem nem hívnak a Blik TV-be, azt mondja, nyugodj már, egyszer majd csak hívnak. Hívtunk, és tessék, megtörtént. De hát nem tud, de nem, hát miért zavarna, nem. Nem? De miért zavarna, hát nem vagyok kötelező tantár, annyi helyre nem hívnak. Én például nagyon várom mindig az Oscar díjosztásnak hívnak, nem hívnak. De nem mennél el. Szóval ezekhez. Várhatnál. Ezekhez én nem. De nem, bocsánat, még egy mondat, aztán nem tudom, ez élő, nem élő, ezt kivágjátok. Nem élő. Hogy régen volt filmszerűzika, tehát én azt láttam, Zalaegerszegen próbál Faragó András, mondom, jé, van egy Faragó András nevű pali, Zalaegerszeg színész. De nem olvassák tudtam, el, János, nem olvassák nem. El. Mert látjuk, hogy nem olvassák de el. De hogy olvassák el, amikor akkor nincs? Akkor olvassák, de hidd el, hogy van, csak úgy írjuk meg ezt a cikket, hogy így még nem látta Faragó Andrást. És akkor rákattintanak, amiben mi leírjuk azt, hogy Faragó András hol próbál. Tehát, hogy ez benne van. De most van, nem a Blikről beszélek, hanem ha lenne egy, volt régen egy ilyen újság. Igen. Volt régen egy stúdió, 71-82, nem tudom, egy műsor, ahol tudtam vidéki kollégáimra, tudtam, hogy mire készülnek Békés Csabán, Zalaegerszegen, Miskolcon, és hogyha volt rádió,
készült rádiójáték, elmentél a pagodába hétfőn, ott találkoztál. Ismerem, az Isten, az Békés Csabán játsza a főszerepet. Tehát tudtunk egymásról. Igen. Volt szinkron, ahol nem szinkron színészek voltak, hanem színészek voltak. Olyan. Tehát meghallgatsz egy szinkron stáblistát, Moharcsik Géza, Lucspán Kizi, és akkor ezek szinkron színészek, mert ő szokta szinkronizálni a Csabart. És akkor erről úgy beszélnek, megjelenik a Blikben egy nagy cikk, most anyámmal nyaralunk Honoluluban, mert úgy kifáradtam szinkronizálás közben. És akkor ez a hír. Vagy... De János úr, most ezt TikTokon meg lehet nézni, ezt pont a szinkron színészetet követem egyébként. Na a TikTok, egyébként. Tudod, TikTokon bejelentkeznek, TikTok, hogy ezt szinkronizálom, TikTok, azt szinkronizálom. TikTok. TikTok ilyen van, nagyon tudom, jó. De. De hogy tényleg egyébként ott most egy kicsit tudom, ezek a közösségi oldalakon de nem ellenük beszélek, csak régebben. Színészek nem volt szinkron, hát van olyan, hogy valaki lábszínész, valaki szemszínész, van ilyen testdublőr. Rajzfilmszínész. Diafilmszínész. Az jó. Most készült velem egy diafilm, de erről nem majd most egy nagy nézettségi diafilm. Igen, igen. Én vagyok a Cselepatakban a Csele. Gerém a Csele. Még egy utolsó bulvárhírünk. Na, jó, érjük, ami... Minket nem írnak sehova, csak innen. Rohadjon meg a diéta. Ráczi Jenő nem szégyeli, gyors éttermi kaját is eszik. Ugye ő egy sztárséf, tehát hogy ő szerintem jogosan kerül bele a hírekbe, baromi jól főz, ugye a konyhafőnök egyik zsűritagja, és hát bizony nyilatkozta, hogy ha éppen nincs ideje, akkor őt se zavarja, hogy egy-egy gyors éttermi kaját bepuszil. Ti mennyire szoktatok gyors éttermi kajákat enni? Belefér néha, vagy csak házi koszt? Nem, belefér, ha olyan van, nekem ugye muszáj odafigyelnem erre, de lehet olyan, nem, név nélkül van olyan, ahol sült hús van, meg saláta, akkor az tőlem lehet gyors, vagy lassú is, vagy nem tudom én, ha úgy adódik, akkor azt meg tudja enni az ember, de magát ezt a pufniba benne csinált akármit, én azt ugye nem is ehetem, meg annyira nem is vág földhöz, de ugye már ott is lehet a meg kis rántott sajtót, vagy nem tudom én, akkor azt az ember, de akkor ugye meg már azért lássuk be, hogy vannak majd, én is kerülök ilyen rokon fiatalokkal, ha elmegyünk, akkor ugye... Köszönöm, hogy rámutattál a fiataloknál, nagyon jól esett. Hogy már ugye nem feltétlenül sült krumpli van hozzá, vagy lehet, hanem lehet kérni édes krumpli, tehát batátát, amit én is ehetek. Jó is ez. És abban a pillanatban már ugye itt ennek örvendek, hogy legalább vannak olyan dolgok is, amit már lehet enni. Tehát nem csak az, hogy egy hamburger sült krumplival, kólával ez hadd szóljon, meg fánk, az a jó cukrostod, az a szép kis ízét. De egy teljesen ideges, én abszolút nem. Én sem járok, hanem azt mondom, amikor elkerülhetetlen valami oknál fogva, akkor meg... De hát egy már talán. Na jó, hát persze, de nem is arra van, hogy na most akkor ez egy program legyen, hogy elmegyünk egy ilyen gyors étterembe, hanem ha úgy adó útközben valami miatt, de nem nincs ez beiktatva a napi rendbe egyáltalán. Te csak házi kosztot eszel? Nekem nincs semmi kifogásom, nem vagyok oda. Én például a pizzát se értem, hogy mi abban a jó. Annyira jó. De akkor mi a kedvenc ételek? Bocsánat, megeszem, nem egy ilyen, hogy nem eszem, ettem én vagy, de nem szoktunk mi házi kosztot, a feleségem már reggel fő kell, megeteti a tyúkokat, levált három kapnas, és akkor disznót vág délelőttönként, azt megpörköli estén. Ne, de én nagyon jól nézek ki, és most nem kell mondani, de igen, jól nézek ki. Nálam ez nem, abszolút nem egy téma a kaja. Ha én például játszom este, és elég sokat játszom, hála jó Istennek, akkor egy pár virsli, ami több nem egészséges, vagy egy darab fél finolin. Tehát nem lehet, nem szoktam, és nem szoktunk egy, amit kérdeztél. Igen. Nagyon szeretem, és most megint nagy képű leszek, de aztán elmondom, hogy miért nem vagyok az. Szeretem az indiait, ebből ismerek azt hiszem hármat vagy négyet. Szeretem a tájkonyhát, ebből ismerek hármat vagy négyet. Szeretem a kínait, ebből ismerek hármat vagy négyet. Megeszem a sushit, rántott húst megeszem. Pálcikával eszed? Nem tudom, tudnék, de vagy az orromba dugom, érted, vagy, és akkor meg hülyén veszik ki magát. Nem. Mire lemegy, érted, az orromba? Nem.
Úgyhogy, de nincs nekem, nem tudsz elcsábítani kajával. De azt tudom, hogy a Topi nagyon-nagyon jó. Az viszont, meg szeret, nekem az kikapcsolódás. Tehát és az aki azért szeret főzni, azt tudja. Igen, és ráadásul pontosan ebből fakadóan, hogy nekem oda kell a dolgokra figyelni, rájön az ember, hogy annyira változatosan és színesen és sokkal ízletesebb dolgokat meg lehet csinálni, akár köretben, mint sült krumpli rizs, a egymillió félét, ami egészségesebb is, meg valamikor volt egy csomó gabona, meg egy nem tudom, amit olyan izgalmasan meg... Kiment a divatból, holott ezek létező dolgok, és hát ugye, és még ugye te 25 is. Kilót lefogytál, ezt tavaly írtuk meg itt a Blikben. Igen, szívbetegsége miatt kezdett életmódváltásba. A doktor Balaton sztárja 25 kilót adott le. Ez kinek a lánya? A Faragó. Faragóik lány. Igen, hát hogy meg is vagy illetődve ezen a fotón? Teljesen, mindig is olyan típus voltam. Mennyire volt nehéz az életmódváltás? Vagy ez? Nem, én nekem nem ekkor kezdődött, hanem a pontosan cukor kapcsán, amikor egy hónapot kellett kórházba eltöltsök, elég izgalmas helyen az amputációs osztályon, és ott volt az embernek ideje ezzel foglalkozni, meg gondolkodni, meg receptes könyveket olvasgatni. Ott ez, amit én már az előbb mondtam, hogy legyintett az élet, akkor ott legyintett, és akkor belegondolt az ember, hogy hogy mint. És akkor nagy megrettenés volt ez, hogy úristen, cukorbeteg vagyok, hogy itt most mi lesz. És aztán közben rájött az ember, hogy ezzel semmi probléma ilyen szempontból nincs, tehát nem állt le az élet, és nem akkor a törés, mert mindent lehet helyettesíteni már mindenféle dologgal. Tehát nem kell már, akkor vettünk is mérleget és számolni, hogy ez ennyi. De az embernek egy idő után beáll az agyába az, hogy ez ennyi, ezt ehetem, ezt nem ehetem. Én nem szoktam csalni. Tehát nem azt mondom, de hogy... De magadat csalod meg. Hát igen, meg ott oda szokták, aki inzulinozik, és sajnos nagyon sokan vannak úgy, hogy azt mondja, nem baj, megeszem azt a krémes, de rányomok egy kis inzulint. Miért nyom rá, mikor van cukormentes krémes is, és akkor nem kell rányomni. Jó, tehát mindent le, mondjuk csiliárdokért, hogy visszatérjük. Csak hát ez gazdagnak kellene. De én az vagyok. Hát ő megengedheti magának, hogy ő cukros. Természetesen. Hogy egy cukros. Más ember mindenféle vacak betegséggel tényleg kaparja a falat, ő meg azt mondja, cukros. Igen. Na, édes szájú. És tartod azóta a 25 kilós fogyást, vagy azóta kicsi visszajött? Ne, úgy nézett ki, mint nem, akinek bármi nagyon vissza. Ki, nagyon nem, ez mindig van egy kis ingadozás, de egyébként nem tud vissza. Volt ez a 25 kiló, az volt az 35 is, meg volt egyéb ilyen, ez a szív dolog, ez mondjuk, ez nem a, hogy mondjam, ez egy ritmuszavar miatt volt, hogy víztartása lett az embernek, és fölvizesedtem. Ez mondjuk csúnyán is nézett ki, tehát ott megnyalta volna valami horrorfilm, és nem hívtak, de lehetett volna akkor velem csinálni ilyen műsorokat, de azután elhajtották ezt a vízmennyiséget, és hát oda kell figyelni. És jársz kontrollokra azóta, rendszeresen? Ez mi, egy pár havonta, vagy az én kapcsolatban? Ez három havonta van. Igen. Egy ismerős mondta, hogy annyiból idézőjelbet utána, amikor így csinálnak, hogy kezét tudnám, mert idézőben jó betegnek lenni ilyen, akkor tudja, aki, mert állandó felügyelet alatt van valaki. Igen, nem, de volt egy cukros bácsi, mert így hittem, aki egy zseniális professzor, akihez én oda kerültem, amikor kijöttem annak idején, 9 éve a kórházban. Ő most már nyugdíjba ment, és van egy cukros néni most, egy, nem is mondanám néninek, egy hölgy, aki nagyon-nagyon precízen odafigyel, és folyamatos kontroll alatt azt vagyok jön tartva, de a súlyméréstől, tehát hogy minden szempontból is, van egy kardiológus, aki szintén egy éves mindig vizsgult rangtól, nem tudom, míg ilyenek vannak, nem igen tudom, valami a premier jegyek régebben, hogy kinek Erzsike eljön megnézni, most az, ott ül a cukor diabetikusom, a szívse, a belgyógyász, és ez nem fogorvosom, a negyedik sor. Ez nem vicc. Igen, mert elkomorultuk, már láttam valamire unják ezt az egészet. Hát, nem érdekel, és egyébként az életmódváltáshoz az is hozzátartozott, hogy kevesebb munkát vállalt? Nem. Az nem. Tehát nem, akkor... nincs ez össze, azt mindig szokták mondani, ez jó pofa, szívbeteg, nagyon jó. De hogy... De igaz. De meg az is, hogy a Dr. Balaton sztárja. Igen. Tehát, hogy ezek tudod... Ez egy sorozat, nem... Igen. Most mondd meg.
De, és tehát, hogy mi volt a kérdés? Hát, hogy a munkából is ja, egy nem. kicsit lejjebb Igen, hogy mindig mondd, igen, majd te figyeljet azért most már, hogy fogd vissza magad. Meg. Na de hogy fogja vissza magát az ember? Egy az, hogy belepusztulsz, ha vissza... Meg nem tudod visszafogni magad, mert akkor ugye elég tréha nem hívnak meg híre megy. Ne, figyelj, ez egy beteges ember. Aminek megvan a komikus tihje. De egyébként nem, persze nem kell mindent elvállalni feltétlenül. Ez... Mint olyan sok válogatni való lenne. Nem, én most arra gondolok, hogy bizonyos dolgokat volt, hogy nem vállaltam el. Nem menjünk bele, hogy mit. És van még bakancs listát, Topi? Mert azért most közelít ugye egy kerek szüli nap, 60 leszel nem sokára. Hát hogy... De 60 egy év múlva gondolom. Ezt közben azt hittem 80, de ugye? Nem. Na jó, hát a külső, igen. De... Szóval van még ilyen bakancs listát? Biztos ami lenne. Akár szerepben, akár magánéletben? A szerepről nem volt egy, ami lett volna, és aztán nem úgy alakult, és innentől kezdve nagyon hát, megsértődtem. Ja, de olyan valamit tudok, de igen? Mondd el neki. Mit? De mondd el neki. Mert hát nem tudom, hogy mennyire menjünk ebbe bele, mert anyaszínházam. A szerep nálad. A tevje. Ja, igen. Ez nem úgy alakult most, de mindegy, igen, te tudtad. És innentől kezdve, ahogy ez így alakult, akkor onnantól kezdve én nem akarok ilyet mondani sem, meg nem, mert tulajdonképpen én is, te 50 valamennyi, de már én is 41 éve vagyok a pályán, az se kevés. És annyi mindent eljátszottam, és annyi mindent olyat, ami nekem való volt, hál' Istennek sokat voltam vidéken, ahol aztán meg pláne volt erre lehetőség. Most meg ugye nem egy színházba dolgozom, hanem 6 színházba, és akkor prózát is sok zenéset, és hála Istennek nagyon sok prózát, tótékat, hamletet, tehát azért, hogy nagyon színes a repertoár, hála Istennek, és nem akarok olyat, hogy azt mondom, hogy ezt még. De nem, színházon kívül esetleg, tehát egy jó bungee jumping. Nem, van olcsó például kötél nélkül, de ennyire nem. Már így nem, a lányom ugrott nem olyan régen egy helikopterből egészen magasról. Egész orosz milliárdosnak, bármelyik emeletről. Most már, igen, simán, de meg hogy most láttam, hogy Kínában már van fapados izéjárat, űrbe fapadossal ja. menni. Igen. Egy személyes. Nem ketten ültek ott, de csak Lajka kutyolott még a másik oldalon. Nem, szóval, hogy az biztos, tehát hogyha úgy, tehát ugye ezek olyan dolgok, ami ha beharunk, jön össze, de az biztos, hogy egy olyan perspektívából látni a Földet, ahonnan soha az életben nem láthatod. Na majd. Na, az egy Andere operett lesz, de hogy most volt épp egy film a tévében, amikor az volt, hogy a komand nem jutott annak idején föl a Hold utazáshoz a izébe, de el kellett, hogy izé is meghalt, de úgy, hogy oda ment, és ott üldögélve lett vége a filmnek, egy nagyon izgalmas film volt. És azért az biztos, hogy annak, hogyha ő neki az volt a bakancs lista, igaz, hogy meghalni ment oda, de... Valamiért. Hát, de így nem is tudom. Hála Istennek, és lekopogjam, nagyon sok minden olyan, amit az ember szeretett volna, azt el is érte. Erkárpáti Péter barátommal mondtuk annak idején, mikor 5. dukhagymák voltunk Békés Csabán, hogy azt szeretnénk, ahogy ottán ültünk az én éhezve, mert ugye mindent piára meg cigire költöttünk, tehát nem volt, hogy azt, hogy ismert legyen az. Tehát, hogy az egy baromi nagy dolog vidéki stúdiósként, amikor ott ülsz egy lakótelep albérletében, és tulajdonképpen azt, hogy az embert úgy ismerik, úgy nagy vonalakban, azt... Nagy vonalakban? Szó szerint. Azt úgy érzem, hogy az például nagyon szépen megismertek egyszer, és pont a Madách Színház előtt néztem a képeket. Nem most történt, pár évvel ezelőtt, és odajött egy koma. És akkor állt, hogy mellettem, tudod, amikor néztem tovább, hogy mik van kitéve, aztán, na, hát te vagy, nem? Hát mondom, persze. Azt látod, hogy aki, hát 17. kerületben te szoktad a villanyórát leolvasni, nem? Na persze, jó vagytok? Jó. És akkor ebben maradtunk, hát ugye elérte az ember, hogy megismerjük. Jó, te egy új ember lettél, Topi, tehát azért ez a 25 kiló ettől te teljesen, hát jó, nem szerintem tudom, sokan még volt. Még. Ja, az még az az időszak én volt. Mindegy is, csak hogy ez tréfás, én meg szoktam hagyni ebbe a tudatba persze. Az embereket. Valahol találkoztunk, baromire nem, de nem tudja hova tenni azt, hogy például ugye Jánosnak köszönhetően a Gábor Gyisó azért az egy olyan dolog volt,
ez a Gyúrunk Vazet című mondat, hogy az emberek, amikor az utcán mentem, akkor érzékeltetni akarták velem azt, hogy ők felismernek. Igen. És ezt valamilyen formában közölniak, és ezt bemondták mindig. Hogy Gyúrunk Vazet? Hogy igen, hogy ha kell, hanem, de ezt neked is vettem egy ilyet annak idején. Meg is van. Ez azért van. A slusz kulcsom van azért rajta, de ez csak amiatt, hogy... De ez zokniban megjelent, meg mindenféle. Egyébként igen, búcsúban. Két pálcikás volt, emlékszem. Nagyjából most eddig beszélgettünk, és köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, de még ugye nem engedünk el titeket, mert még lesz egy címlapsztori extra, amit majd szerdán mutatunk a mi kedves nézőinknek. Addig is iratkozzatok föl YouTube-on, Instagramon, Facebookon, János kedvenc oldalán a TikTok. Legyen TikTok. Vagy a Bimbom. TikTok, Bimbom. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.